Ezentúl akár 20 autó is elfér biztonságosan a tolnai Apraja falva óvoda előtt. Az önkormányzat ugyanis saját forrásból építetett egy 13 férőhelyes területet. A fejlesztésre azért volt szükség, mert egyre többen hozzák a gyerekeket kocsival, ami több alkalommal okozott már fennakadást. Főleg, hogy amikor esős, hidegebb időjárás van, autóval jönnek, és gyakorlatilag már a mögöttünk lévő zöld területet használták parkolóként, ez nyilván csapadékos időben állandó problémát okozott, sár volt, kikátyusodott ugye a terület, nem volt alkalmas arra, hogy kulturált módon lehessen itt parkolni és közlekedni, ezért döntöttünk amellett, hogy létesítsünk itt parkolót. A parkoló jelenleg zúzott-köves és szegélyezett. A rétegrend azonban úgy lett kialakítva, hogy a későbbiekben aszfaltozható legyen. 2020-ban ugye megalakult a forgalomszámlálás szabályozási munkacsoport, és 2020 őszén a munkaanyag elfogadásakor már a testület döntött arról, hogy folyamatosan vizsgáljuk meg a lehetőségeket a parkolás tekintetében a városban, kiemelten az oktatás és nevelési intézmények környezetében. Ezért gyakorlatilag programszerűen ugye itt az Apraja falva óvodánál elkészült. Másik két intézmény, a Mözsi Zöldkert és Bartók Béla utcai Pittypangóvoda, illetve a mellette helyet kapott bölcsőde előtti parkolókat már megtervezték a szakemberek, mondja az alpolgármester. Amint elkészülnek az engedélyek, az előbb említett területeken is megkezdődnek a munkálatok.